Szervusztok, szép jó estét kívánok mindenkinek! Akvárium szeretem! Meg Akvárium a játék neve. Már múlt héten akartam belőle streamet, csak aztán másként alakult a dolog, de most végre bepótoljuk a dolgot. Kicsit játszogattam már vele még a múlt héten, és most szeretnék egy sandbox pályát eljuttatni egy olyan szintre, hogy utána a YouTube-ra csináljak belőle egy ilyen kézzelfogható bemutató videót, úgyhogy ez lesz a mai projekt, és ez a játék nekem baromira tetszik. Röviden és tömören. Na, akkor egy sandboxot indítunk, és akkor ilyen level 1-től menjünk fölfele, én azt mondom, és úgy lesz kerek a történet. És akkor így minden legyen elérhető, minden szinten, szinte minden. Na go, nem tudom miért van seed egyébként, amikor totál ugyanaz minden pálya, de mindegy. Na jól van, az akvaristák álma lesz ez a játék, kis túlzással. Na jó, akkor kezdjünk hozzá a dologhoz. Oh. Na, először nagyon kicsivel indítunk. És mini akváriumokkal. Akkor mindenki örömkönnyeket hullajt majd. Reméljük. Jó. Na, milyen hala... Csak ez az egy halunk van. Ó. Oh. Hát ez nem lett túl hosszú életű, nem baj, ő mire vágyik? Hát ilyen cuccokra. Ez még ilyen nagyon egyszerű konstrukció. Vízszűrő nem is kell neki? Az nem. De akkor tápoldat az biztos. Felveszünk egy alkalmazottat, aki majd az etetéssel lesz elfoglalva, illetve kéne még valaki, aki még javítani is. Feeding and fixing, nagyon jó, akkor őt fel is vettük. Jó, jöhetnek az emberek. Én meg kinyitok jól. Na! Hát figyeljetek, Shadow of the Tomb Raider, ó, és közben tudok új fajokat kutatni, mondjuk legyen ez a csodálatos Half and Half Chromies. Ha valaki közben tud nekem szótárazni, vagy esetleg ilyen hal expert, akkor az írja már be nekem, hogy mik ezeknek így a becsületes neve, így magyarul, ha van nekik. Na nézzük, mi van itt még. Rakjunk be nekik ilyen salátát. Kettőt, meg két kő is mehet, és akkor az legalább a vizet is jobban szűri nekik. A kedves embereknek, igen, még lerakok ide egy ilyen javítóállomást. De az emberkéknek még semmit nem tudok csinálni, nem baj. Most kb. Az a feladatunk, hogy eljussunk a 10-es szintig. Szerintem, hogyha a palacskákat így felhajtjuk, akkor onnantól kezdve már meg lesz oldva. De egyelőre ilyen kis kék halaink vannak. Ó, de én is örülök, hogy játszatok egy kicsit egy nehéz nap végén. Hajnali 3 óta vagyok fönt, by the way. Na, szóval ott tudtunk, hogy Tomb Raider... Tehát nekem is most mással van kedvem játszani inkább, meg most csomó játék befutott hozzám, amikkel szeretnék haladni. És emellett szívem szerint Dragon Questeznék, ez az igazság, de ezzel a játékkal is nagyon szívesen játszom, mert tökre élvezem. Tehát így megcsináltam az első 3 pályát, meg kicsit a sandboxba hülyéskedtem, és így áh, nagyon király, nagyon király. Na, kicsit felgyorsítjuk az idő múlását, hogy így tekerjék nekünk ezeket a kis halakat. Lehet egyébként, hogy nem jó halat választ, de mondjuk 50 mindkettő, úgyhogy akkor nem érdekes. Gyertek, tejeljetek. Lehet, hogy még halakat kéne. Lehet, hogyha több halunk lenne, az úr Demoiselle. Ha van itt halexpert, vagy valaki nagyon lelkes ember, aki ezeket lefordítja. Hány euró? Azt hiszem ez egy 20 eurós játék, de szerintem azt tökre megszolgálja. Gyerkőc megpróbál bejönni. Pedig már rég aludnia kéne.
De egyébként ezek a kérdések, hogy hány euró játék, tehát beütöd a Google-ba, és akkor megtudod. Kb. Nekem is ugyanennyibe telik, ha véletlenül nem tudom fejből. Csak egy pro tip. Mennyit keresek naponta? Olyan 200-akat. Sima ügy. Negyedik nap. Még nem léptem szintet. Na jó, akkor még betelepítek ide pár halacskát. Akiknek kellenek cuccok. Jó, hát valószínűleg tartom, hogy ez már nem fogja őket úgy lenyűgözni. Megvan a szintlépés. Jól van, kettes szint. Na jól van, itt vannak az új cuccok. Let's go. A következő szinthez már 100-at kell összeguberálni. Ám legyen, challenge accepted. Itt vannak az új akváriumok. Meg akkor rakok be ilyen vízszűrő kövecskéket. Akkor mindjárt meg lesz ez a... Half and half chromi. Szia, Sajuk! Köszönöm szépen a cheert. Ó, erről jut eszembe. Megvan a half and half chromi, nagyon jó. Akkor a következő projekt, még ezeket az orhid dotti bekkeket, ezeket a pöttyös hátú, orhidea pöttyös hátúakat is akkor itt kirakjuk. Kicsit megtoldom. Hát így a bejáratnál arra gondoltam, hogy akkor, hogy így ilyen kis akváriumok, az teljesen adja. Ó, de itt már vannak nagyobbak is. Jó, hát egyelőre ők szerintem még itt el fognak karistolni. Két akvárium. Az egyikbe akkor betelepítjük ezeket a half and half kromikat. Ők már hármat foglalnak, figyelem. Hát nekik egy nagyobbat kéne már helyből élből. Ők már ötöt termelnek, tehát akkor gyorsabb lesz a halak kikutatása. Hány óráig? Hát nagyjából úgy 11-ig. Igen, ez ilyen akvarista volt. De az a nagyon jó ebben a játékban, hogy olyan kis egyszerű, de mégis viszonylag komplex. Tehát ahogy elég sok mechanika van benne, amik így egymásra épülnek, és a végén ilyen elég összetett akvárium, vagy nem is mondom, hogy nem azt mondom, hogy ilyen faktórió szint, mert attól azért távol van, de úgy viszonylag sok mindenre kell majd figyelni egy idő után. Nézzük, mit gondolnak a... Ó, két vendég úgy gondolja, hogy már látta ezeket az azurhalakat. De mindegy, majd mindjárt felspécizem én itt az akváriumot, csak még egy picit akkor tartsunk ki. Meg addig is akkor már elkezdek így előre tervezgetni. Így egy bővítésben. Úgy van. Na nézzük, hogy lesz ez nekünk jó. Voltank. Igen, ez így tökre rendben lesz, hogyha ezt szépen berakjuk. Szó. Szép nagy. Na. Jó, a következő projekt pedig Black Bar Soldier Fish, akinek King Demoiselle, ez a király Demoiselle, de van arab blue lined kék vonalas dottibek. Mi az a dottibek? Valami pettyes hátú, nem? A yellow tang. Sárga tanga. Igen. Jó, ez így jónak tűnik nekem. Haladjunk szép sorrendbe. Az lesz a tuti. Na, készülnek itt az akváriumok. Na, akkor telepítsük be ide ezeket. Jó, viszont akkor kell nekik szűrő. Mondjuk kettő. Nagyszerű. Kajáspult az meg ott van.
már jó, előre ide berakok egy ilyen staff átjárót, és akkor ide felhúzzuk a falát. Melyik M-mel jelölöm ki őket? Ne, ott marad. Te lófartos ember, te ide jöttsz. Azt mondja, hogy kell nektek pad. Ide kaptok egy padot. Szóval elméletileg itt ezek nagyon happy-k ezek a halak, de azért rakjunk még ide nekik egy-két díszítő elemet. Példának okáért bordót lehet rakni leinte. Szerintem én így a kövekkel kifogom őket dekorálni. Ezek úgyse kérnek sok minden kis halak. Á, és itt van ez az Orhid Dotty Back. Nagyon jó, ezek is kapnak tőlem egy ilyen szűrőketyerét. Ez így teljes mértékben kielégíti a halak igényeit. Elméletileg viszont most már ennyi halhoz föl kell vegyek egy dedikált etetőt, csak hogy nehogy éhezzenek. Pluszba már megyek elébe a dolgoknak. Ezt ide bepozícionálj. Ne legyenek szem előtt, és akkor a vendégek is boldogabbak lesznek. Na, készen van a Black Bar Soldier Fish. Akkor egy King Demoiselle. Soldier Fish-t pedig akkor ide betelepítem. Jó, és ő is kap akkor ellátmányt. Legendőt, igen, és ő már barlangokat is szeretne, úgyhogy akkor kap tőlem egy ilyen fát. Népség, meg egy salátát. Meg azért egy követ kapjon, mert azért ez kicsit szűri a vizet. Ezek is kapnak itt, és akkor szép lesz az akvárium. Itt úgy vonaglanak, mint gólyafos a levegőben. De jönnek a népek szépen. Hát 100 repu pont most a cél. Viszont most a halfejlesztések gyorsan meglesznek. Igen, ide hátra nem megyünk, csak a staff. Én nem fogok Spider-Man-ezni. Nincs konzolom hozzá. Na, 13. nap. Hogy állunk költségvetésben? Ha ez jó. Jó, akkor jöhet ez az arab Dotty Back. Akkor szerintem terjeszkedünk így erre felé tova. Oké, ide jött tovább a Medoncier. Megnézzük, hogy ők mit látnak így a külső perspektívából. Imádom a vízi állatokat. Tehát, hogy nekem a tenger alatti motivumú játékok a gyengéim. Odáig meg vissza vagyok tőlük teljesen. És hát mondom, egy ilyen, ahol így akvaristáskodhatunk, hát ez mennyire király már. King Demoiselle. Akkor mehet. Várjunk csak egy pillanatra, ez 4-et termel, ez 3-at, ez 8-at a Soldier Fish. Ebből csak 2 van. Tehát, hogy akkor ez összesen 16-ot termel, míg ebből 4 kell, igen, ez dupla annyi. Miért éri ez nekem? Jó, mindegy, ide rakok egy kis King Demoiselle-t.
Ez ilyen zaklatós halacska egy. Szereti a többieket bánni. Nem, ez a zaklatós halacska. Jó, most már csak ez az egy van. Nem baj, itt van. Ez a zaklatós halacska, ez inkább a betói halacska. Hát a változatosságra nem lehet panasz. És már a sárgák is készen vannak. Jó. Na, ennek örömére akkor kibővítjük a másik... Vagy bővíteni? Bővítjük-e? Bővít. Egy ilyen sarok elemmel meg megérteni. Hozzá kell, nem sarok elemmel, egyszerűen palipanel. Úgy van. Ide jönnek ezek a halak, ide a sarokba szépen. Akkor mellé még, hát szerintem ezek itt elférnek. Óhó, ide viszont már kellenek kövek. Ó, sok kő. Ó, és már tengeri növény is kell nekik, végre valaki. Ó, és nekik már zöld kaja kell. Na, szerintem mindjárt meg lesz a 100 prestízs, de addig járjuk be egy kicsit. Így néz ki az akváriumunk így a vendégek perspektívájából. Sok kis meranszié, amiben a halacskák úszkálnak. Uszikálnak. Kell hát egy minimális angol tudás nem árt. De egyébként nagyon ilyen kis intuitív az egész, tehát hogy így könnyen rájössz angol tudás nélkül is. Vagy megnézel egy tutorial videót, vagy ezt a videót. Vagy mi van? Ó. Azért egy vízszint picit alacsony ezeknél. De ja, ez most egy olyan, mint egy nagyon menő akvárium, mármint ilyen bolt, ahova elmész halakat venni. Na mi van, miért álltunk meg? Ó, valaki szintet lépett a staffból. Jó, legyen menő betető. Tizenhetedik nap. Na. Itt még pár kiegészítőt így lehelyezünk. Mindenki olyan happy lesz. Ezt is. Hello, Noi! Szia, nekem meg jó éjszakát, Sajuk.
Azt még nem lehet tudni, hogy a Subnautica Below Zero az mikor jön ki. Én még nem láttam, hogy megosztottad. Lehet még egy etetőt nem ártana fölvenni. Viszont még kelleni fognak halak. Mert így most nem elég menő még az akvárium nekik. De a napi bevétel az szép. Az a jó be a sandboxba, hogy így tényleg így megy magától, és nem kell pesztrálni. Na jó, itt most kifúrtam egy nagy adagot. Ah. Nagy üres telek. Ja, ezt szervizelni kell. Na, most már látszik, Noi, és köszönöm szépen a 10 hónapot neked is. Lassan itt az egy év, novemberbe. Ujjjjj. Repül az idő tényleg. Hát én csak abban reménykedem, hogy még azért jó sokáig lesz lehetőségünk ezt így csinálni, vagy nektek nézni és élvezettel nézitek. Nekem megcsinálni és élvezettel csinálni. Különben megette a fene az egészet. Halak. Azt mondja, hogy ekkora méret. Hmm. 60%-os vizet szereti a növényeket. Csinálunk egy ilyen vegyes felvágottat. Melyik az, ami 3-ot foglal? Aha. De ebből legalább 4 kell. Na jó, mielőtt még megdöglenek. Gyorsan gondoskodjunk nekik a szórakozásról. Szuper. Jó, a többit meg kövekkel kipótoljuk. Na, ez biztos tetszeni fog mindenkinek. Nem lesz ez jó. És megvan a 100 pont. Oké, kaptunk pár jó felszerelést. Hajdlót megakadtathatunk is. Na! Coral Grouper. Ez jó, ez már ad ilyen kutatási pontokat is. Na, ez hamar meg lesz szerintem. Mennyibe kerül ez? 300-ba. Ó, hát ez egy nap alatt meg lesz szerintem. Nézzük csak, hogy panaszkodnak-e már. All of this thin yellow tongue. Elmentek ám a búzsba. Válogattok.
Really life King Demoiselle. King Demoiselle-eket szeretik. Szépen gyártjuk itt a következő akváriumokat. Yes! Royal Gramma. Király Gramma vagy. Fenséges. Vagy Zebra. Muréna. Jobbnál jobb tudszok. Igen, a mikor lesz kérdésekre sosincs válasz. Ezt higgyétek el. Legtöbb esetben azt se tudja, akit kérdeztek. Úgyhogy kár erőltetni. Amiket biztosan tudok, azokat meg már jó előre kiírtam még. Meg vannak már ilyen eventek, így ha böngészőben nézitek, akkor így a tetején így a képernyőnek ott van, hogy events, és akkor azokat tudjuk biztosra, amik lesznek. Lehet egyébként, hogy már jövő hét szerdán lesz Assassin's Creed, hogyha tényleg Early Access-ben megjön. Illetve nem, mert már ott van a fiókom alatt az új Assassin's Creed, de csak a csomag jöjjön meg. Mert ugyanis megvettem nem is az Ultimate-et, hanem a Spartan Edition-t. Tehát majd csinálok belőle egy külön videót, hogy kicsomagolom és megnézzük azt a szép szobrot, meg ami benne volt. Na, mit tud ez a guppi? 5-től 9-ig megnőhet, meleget szereti, pirosat teszik, és dislike conspecific cannot be housed with oral grouper, tehát egyedül szeret lenni. Eat 30 and more food and create something more waste. Tehát sokat kakil, meg egység. És a kettes vagy az alatti halakat bántja is. Jó, hát itt mindenképp valami magányos medanciébe kéne tenni. De nézzük csak meg, a murénával lehet egybezárom őt. Ez egy jó kombináció lesz. Az Assassin's Creed Odyssey lesz. Odysseia. Assassin's Creed Odyssey. Hát, hogy kéne még etető. Húzt és broom stand. Adjunk nekik egy ilyen ital automatát valahova. Így ide középre. Jó szem előtt van, és akkor mellé egy ilyen kukás zsák. Ne szemeteljé. Na jó. Tosszuk ide ezt a guppit. Bubi guppit. Mi kell neki? Kell neki valami faja barlang. Mondjuk itt megkapod. Akkor így kell neki husika. Meg kell neki minden más egyéb. 55 és 20. Jaj, ne már. Tényleg? Kicsit kényelmesebben elférjünk.
Na, fejleszthetünk. Pumpa. Az teljesen király lesz. Készen van a muréna. Nagyon jó. Na, következő alanyunk. Flame Anglefish. És jó. Rakunk ide egy murénát még neki, mit szól? Az is ragadozó, kell neki még egy barlang, és a rákféléket nem szereti. Én meg ő is ilyen nagyon kis tudományos állatka. Jó, kell még barlang, meg egy szűrő. Oké, megoldjuk. Adok neki egy kis aljnövényzetet. Na és itt már jön a prestige rendesen. Super Mario-val? Régen játszottam a Super Mario-val, fogalmazzunk úgy. Tehát ilyen Super Nintendo utoljára. Nincsen. Nem, egyébként tök szívesen kipróbálnék így, tehát tök szívesen lennék mondjuk Nintendo Switch tulaj, meg PS4 tulaj is, de egyszerűen tehát nem költenék rá most annyit, és nem játszanék vele, tehát hogy fölösleges, és nem tudnék belőle contentet se gyártani már. Nincs meg se az idő, se a technológia hozzá. Royal Grammar, és ez is ilyen tudós pontokat ad. Na, azt kell tudni akkor, hogy a Flame Angel hal. Tüzes angyal haj. Elfér ez itt ide? Elfér. Jól van. Álljunk meg egy szóra viszont. Az angyal halacska 55. A muréna mennyit kell? 65%. Ó, hogy az a... Valamit nincs rendjém. Kell ide még egy nyomorult szűrő, igen. Ezeket így ellátja. De nézzétek meg, azért ez a sügér azért már nem olyan picike, és a muréna is nőni fog. Zephyr, köszönöm szépen. Royal Grammar. Redtear Butterfly Fish. Piros farkú lepkehal. Mit tud? Stony Coral Clams. Na nézzük. Royal Gamma. Ú, ez sok tudományt ad. Szerintem egy ilyen 20-as tartályba így beszpemmelem őket. Ide is jöhet szerintem egy ilyen dupla kombó. Mert biztos jó. Ide még rakok egy tápoldatot. Egyelőre a költségvetésünk az erősen pluszban. Ó, valaki szintet lépett. Akkor te tanuljál meg mondjuk szerelni.
Kapacitás, igen. Á, itt van ő. Mi itt? Miért nincs ez kihasználva rendesen? Libor? Itt kipusztultak volna? Mik vannak itt? Arab. Arab dotti betkek. Ahogy van. Tele van, majdnem tele van. Ez az, megvan a szivattyú. Akkor jött le, most jött a kombó, aztán majd jön majd a Laguna medence. Közben meg van itt még nekünk egy új halunk. Név szerint a Redtail szóval a lepkehal. Ő azt kell tudni, hogy az ilyen korallokat pusztítja. Az állat. Jó, szerintem akkor ide rakunk nekik egy ilyen szűrőt. Rendesen. Még egy ilyen kombissat. De mellé. Aj már! Ő viszont így, ha így folytatjuk, akkor tényleg nem úszom meg, kell még egy szerelőposzt, és még egy emberke, aki mondjuk ért a szereléshez, meg az etetéshez, meg még valami máshoz. A zöld kaja, de akkor egyefennek kapnak itt is egy zöldet. Jaj, de jó pofán néz ki, nézzétek meg. Megyünk, és így tárárárárárárá, nézd Muréna! Jó, mondjuk ez egy olyan medencébe jobban néz neki, ahol így magasabb a víz. Mi a... miért szemetelsz te meg? Ez az, megvan a szintlépés, négyes szint! Na, itt már kicsit több minden lesz. Tűzhal! Nagyon király. Na, hát akkor kezdjük szerintem rögtön a tűzhallal, az úgyis 30 tudományos pontot ad. Gyorsan meg lesz ez is. Mi a... Na nézzük, hogy a vendégek hogyan érzik magukat. Mi ez? Tank 12, looks a bit bare. 12-es tank. Melyik? Itt sivárnak néz ki a 12-es tank. 12-es tank! Warnings. Ez a 8, 9, 10, 11... Ez a 12-es. Aha, jaj, jó, ezt el tudom fogadni. Egy kissé tényleg lelakott. De ezen majd mindjárt segít. Kapnak itt nagyon jó kis csicsa hínárokat, csigaházat, mindent, ami kell. Ja igen, azt csak mélyített medencébe tudom berakni. Jó, ezt orvosoltuk. Na nézzük. I'm getting bored of seeing azur demoizel. Igen, az azur halacskákat nem szeretik. Hát igen, ez az, amikor így kettő akváriumba spammeltük bele őket. Ó, de ennyit még szerintem viselünk. Heater, combined filter. Igen, most kezdenek el panaszkodni. This aquarium is untidy. What? Most kezdenek el panaszkodni, amelyet, hogy a szűrők azok nincsenek kellőképpen elrejtve, de ezt mindjárt megoldjuk. Figyeljetek!
Use a skill. Cleaning. Te lesz a takker. Takker Jenő. Ezt az akváriumot is egy kicsit turbozzuk már föl. Sokkal jobb. Köszönöm szépen, Battle Time. Neked meg akkor jó mulatást. Hú, ez az akvárium is látott már szebb napokat. Hová? És spécizzük fel egy pöttyet. Jó, készen van a kombi. Akkor jött a Laguna tank. Meg még egy kis zöld. Készen van a tűzhal. Na, következő projekt. Mi ez? Diszkó mushroom. Dottyback. Boxface rabbitfish. Úristen, ezt a nevet. Tehát róka arcú nyúlhal. Most ezt rakd össze. Ez mit tud? Dislikes food competitors cannot be housed with other species that eat green pellets. Tehát itt már nem lehet ugyanolyanokkal összerakni, akik így zöldet esznek. Hetet foglal a kis teste. Már izgibb egy fokkal. Na és itt van az első rák. A remete rák. Ez nekem tök szintű, hogy ilyennel kezdünk. Na, azt mondja, hogy el kéne egy kicsit itt rejteni a cuccokat. Ó, még egy skill pont lépés. Jó. Na. Akkor kicsit újra tervezzük itt a placot. Pedig oly módon... Csak el kéne itt zárni a nép elől. Igen. Az lenne a cél, hogy itt most ugye több szűrőt kell alkalmaznunk. Jó, ezt innen átmutattuk. Ide is berakunk egy ilyen kombinátat. Elméletben ez is jó. Ezt a kombi szűrőt meg így. Nagyszerű. Ide rakunk egy ajtót. Alkalmazottaknak, te innen. Ott. Akkor már csak azt kéne megoldanunk, hogy itt ezen a részen elférjenek seggel, hogy ide. Ez úgy csak ide még, ha ezt trikni. Thank you.
pár nem. Próbáljuk meg. Ilyen kombit ide. Jó, és akkor kidekorálom itt a szél. Ó, mi ez? Sponge sink. Mi ez? Sponge sink provide a sponge that your staff can use to wash things that get dirty. Ha? Oké. Kicsit szűkös, meg hát ahogy így bejönnek, egyből egy fal fogadja őket. Miért nem a legszebb. Mondjuk ha ezt az egészet arrébb mozgatnám egy picit. Jó. Na de elméletileg most már nem kéne panaszkodjanak annyira. Na, készen is van a laguna. Protein skimmer. Aha, meg deep wall tank. Baj. Bocsánat. Körbejárunk. Jaj, tényleg budit nem is csináltam. Jaj, jaj, jaj. Oda gyorsan egy mellékhelyiség. Na, hogy van az én kis burénám? Jaj, de cukor. Falat. Ó. Oh. Kész a kutatás? Jó. Oh, jöjjön a rák. Mi a rák? Vaj, vagy Panther Grouper. Az se rossz. Mennyi kell az ötös szinthez? 390. Hát igen, ahhoz még bővíteni kell itt a dolgokat. Hogy állunk pénzzel? Hát olyan 400 körül keresek most átlagban. Na de majd most figyeljetek. Most jön, ami még nem volt. Szintet lépett. Medoncié. Na ez mit akar? Barlangot akar. A rákokat nem szeret se.
Hú, most mindenképpen kell, ami sok presztízst generál. Nem lehet itt a kis zöldet. Jó, hát. Hú, ez ilyen baromi nagy. Lesz egyszer? Az igen. Ez szép lesz. Na. Akkor lássuk csak. Kell ide nekem egy... Hogy fénylik. Össze a barlangigényt azt fedezzük. Így nézzel meg is volnánk. Most kéne a szűrő meg a hűtő, vagy a fűtő. Hát ez már majdnem jó. Szerintem épp nemes egyszerűségű ezt a falat. Ó. Mindig nem elég. Ó, jaj. Most se. Sok kis növényke. Csigaház. Ó, és te is kész vagy, nagyon jó. Jöhet most ez a diszkó akármicsoda. Nehogy már éheznek a kedves vendégek. Ajánljatok! Kicsit elfogyott a pénz. Rakni kéne ide egy asztalt. Hogy? Mire jó? Floor arrow. Erre mennyi, he! Ez gyors volt. Mekkora egy kicsit terelni a vendégeket. Hát, ha bejön! Ezt viszont mindennek kell szerelni. Ő, ezekre meg egy takarítás rá. Szépen nőnek az állatok. Ó, te is kész vagy. Nagyon jó. Akkor jöhet a rák. Adnám azt is, hogy mi a rák?
Na nézzük, a kedves vendégek mikért hőzöngenek mostanság. Azul Demoiselle. Jó, akkor eljött, majd most mindjárt betelepítünk valami mást. Na melyik volt a legújabb szerzeményünk? Azt mondja, hogy... Ó, ez is idegesít a többieket. Más dopti bekkekkel, Grandmax-szal, meg Antias-szal nem tudjuk együtt tartani. Haszon. Ez mennyit? Mennyit ad? Csak 3 prestige, az nem olyan vészes. Enni kap, meg nem döglik. Kutatás az mehetne egy picit gyorsabban. Na, kész a rák is. Squirrelfish. Mókucshal. Biztos lehet tenni gyorsabban is tolni ezt. Jaj, valaki tartsa karban ott a cuccot. Várjunk csak. Mi történik, hogyha... Ja, az még nincs kifejlesztve. Á, szóval nem fogok szépen. Ez az akvárium nem tiszta. Miért? Mi kifogásotok van ebben? Ott úszik egy bazi nagy pettyes sügér, meg ilyen sárga cuccok. Jó, mindegy, toljuk a takarítást. Jobb úgy sincs most. És mindjárt elkészül. Csak így a tudományos halakat nézegessék sokan. Azaz, és mindjárt megmarad a szín. Kész, nagyon jó. Mi? Na már. Tényleg? Behalok ezeken. Valami presztízs aranybánya kéne még. Ja, hát tényleg a tűzhal. Nem is csináltunk, meg még ilyeneket se. Hiszem. Igen. Igen, írja is, hogy melyikből mennyi van. 3, 5, 4, 4,
Flame Anglefish. Olyat nem szabad ide rakni, aki zöldet eszik, és ez zöldet eszik pont. Mi a fene? Na, mit tud a tűzhal? Szereti ezeket a lagúnákat, megvédi magát. Profi etető brigád. Oh. A költségvetés lehetne jobb is. Ők most jobban kellenek szerintem. Melyik halból nincsen? Ó, ebből sem. Rákból se! Na, és itt a szintlépés! Ötös szintűek vagyunk, hölgyeim és uraim! Lotty. Basic chiller, hűtő. Csoki automata. Díszítés. Koral, háló, pálmafa. Hú, és itt már csini halak vannak. Pufferhal! Na, az ott már jó. Tengeri csillag. Pumpa, nagyobb akvárium. Ó, hát van itt választék. Ez vitorláshal. 11. Mi az, ami így többet termel? Rossz. Oly. Mondjuk ez is egy jó kis presztízs meg tudományos pont aranybánya, úgyhogy veled kezdjük. Mennyi kell? 630. Következő szinten is kapunk halacsokat. Moon Jelly. És kis törpecápa is van. Hal TV. Igen, ez az Ultimate Zen játék. Közben dolgozzák meg az egyik automatát a háttérben, ahogy hallom. Na most nézem éppen, hogy a Life is Strange 2 stream az milyen szerzői jogi követeléseket kapott. Mindjárt.
vicces lesz. Panat. Ó, csak egyet. Listomania Phoenix hangfelvétel. Szerzői jog tulajdonosa használja bevétel szerzésre. Anyádat! Na, ilyet nem játszunk, és ki van cseszve mellé a World of Tanks reklám? Jó, hát akkor... Én erre a videóra rákúrom a 18 pluszos karikát, mert akkor elvileg nem lesz reklám. Rohadjanak el. Orhatáros megtekintés. Ezt. Még így is ott van a reklám. Ez de rohadék, tehát hogy így konkrétan... Én nem állítom be a bevételszerzést, csak azért, mert az a zenei kiadó beállította, hogy ő viszont így óhajt részesedni a bevételekből, az én akaratom ellenére csűri rá a reklámokat. Na ez a gusztustalanság. Készen van ez a cucc. Na melyiket lenne célszerű? 1600, így, az sokáig fog tartani. Hát ez egyszerűen már két medonciét is ellátna. Úgyhogy ez tök hasznos. Ez az. Na, csináljunk ennek egy nagyon menő kis tartályt. Morzsi Hun, köszöntelek a feliratkozók között. Téged is. A zen halak toborozzák az embereket. Nagyon helyes. Bár az a baj, hogy most így nagyon megakadtunk ilyen 20 feliratkozónál, és a következő ilyen emótot csak 35-nél tudom behozni, sajna. Coral Beauty. Nem szereti, hogy a kollégákkal van egy. Ez mondjuk szimpatikus. Fixing, jó, te leszel a szaki. Hát, nézzük már meg, hogy milyen újdonságok vannak itten. Csoki automata. Toalett. Kaptok ide egy pálmafát, na, 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 na. Jó, azért a kutatás dolog is azért egészen jól megy. Ez itt az összterület. Egészet át kéne.
tudjátok? Muhaha. Felvet a pénz. Pénz. A pénz. Állj. Itt elken szépen. Na, és akkor elméletileg Deep Observer Tank, Deep Corner Tank, hey! Jó, jöhetnek ezek. Hogy is tartott? Igen. Deep Wall Tank. Na, akkor egy ilyen mély vízi. Zítok. Ez már szép nagy. Hogy elférnek dolgok. Na nézzük, kell ennek egy rámpa. Föl tudnak mászni. Lehet, hogy ezt inkább ide kéne fordulni. Rakjátok vissza azt a falat. Na, és akkor ide mehetnek ezek a tűzhalak. Kettes méret alatt nem szeretik, és... ja... ez itt lesz a tűzhalparám. 5. És még pár tűzhal. Jó, lehet, hogy unni fogják, de pont nem érdekel, és akkor ide jöhetnek az űrők. Mondja, hogy ez már egy nagy medenc, hogy kell neki a szűrés rendesen. Meg a hőfok is. Állat. Jók vagyunk? Örülünk, Vincent! Örülünk! Örülünk, úgy tűnik. Jó, akkor már csak egy ilyen kajáldát telepítek ide valahova. Mindenki nagyon happy lett. Ó, még nem teljesen örülünk ezek szerint. Kell még ide baromi erős szűrőberendezés. Jézus eleje teste. Ez sem elég, Isten. Nem csak egy pillanat. Ja, lehet, hogy ez itt, ez volt, ami hibázott. Jaja, ez kellett. Be kellett kicsit turbózni ott a dolgokat.
Akkor most ha adok hozzá köveket. Nem, azért nem ilyen egyszerű. Mindenképp kell egy szűrő. Várj. Kell sok barlang. Barlang pipa, akkor most már csak valami sás kell. Kínárosdi. Még valami kis díszítés. Á, horgony. Horgony az nem fér ott? Amit pedig oda szerettem volna így csűrni, de akkor marad a csiga. Na, ez egy gyönyörű akvárium lesz, nézzétek csak. Blagy. Hát itt annyira okosak lesznek az emberek, ha ide jönnek nézelődni a tűzhalakat. Pikpak, nézzétek, megvan. Átrendezzük itt a környezetet, mégpedig úgy, hogy ide rakok egy ilyen izompumpát. Szépen. Ahova ide középre kéne. Ó, és ez ilyen jól elfér itt. Ó, ez minden meg. Mindegy, jön az izompumpa. Csatolok mellé egy darab ilyet. Tökéletes! Igen, csak jobban el kéne férni. Kicsike helyet tudtunk szerintem spikolni csak, de már szerintem ezzel így beljebb vagyunk. Na jó, és akkor ide, meg akkor jöhet, aminek jönnie kell.
Kombi szűrők minden mennyiségben. Hőfok az már is rendben van, úgyhogy akkor csak a szűrőre kell fókuszálni. Ezeket meg akkor elcsapod. És akkor így egy szűrővel vagy egy pumpával letudtunk két akváriumot is. Teljesen korrekt, és akkor majd ezt kell még fokozni valahogy. De nem jó, nem jó. Mégis csak kell egy kombi szűrő, benéztem. És arra mindenképp ott szükség van. Mi ez a nagy unatkozásod, kérem szépen? Tessék itt lecsücsenni. Nézelődni. Kedvekre, kedvetekre. Ide kaptok egy budit. Mellé egy-két automatát. Akkor majd szemetes láda is dukál. És etetik a halakat. Rá, na, nézzük csak. Be kéne vennem valaki behez. Etetés, cleaning. Az egész ügyeset felvett. Azért jó sok pénzt elszórtam most. Na majd lássuk, hogy milyen a büdzsé. Le volt lassítva az idő. Na, éhes, mindenki meg WC-re menne. Milyen az, hogyha ide mondjuk ezt telep. Bőven jó. Bőven jó. Nézzétek, hogy megnőtt az a pöttyös sügér ott. Na nézzük, milyen nyugjai vannak a vendégeknek. This aquarium is untidy. Melyik? Egyem a kis szíved. Ez nem férnek hozzá. Na most már így. Egyre többen kezdenek el itt hömpölyögni. Még a 6-os szintet jó lenne elérni, csak most úgy belassultunk. Jó, mondjuk nem pörgetem úgy az időt, meg jó lenne még több ilyen kis... Miket tudunk még kutatni? Jó, szerintem... Animals. Ez például kutatásra tökéletes lesz. Choose now. Pufi hal. Teljesen adja.
akkor a kupleráj, úristen. Na. Csináljunk ide egy másik akváriumot, az a... A belső teret kicsit szélesebbre kéne hagynom, vagy pedig... Arra leszek kíváncsi, hogy ennek ugye itt, ennek a komplexumnak ott van egyfajta teljesítménye, hogy az mennyire lesz elegendő, hogy elbír-e ez kettő ilyen akármit. Várjunk csak, hogyha itt a falat azt beljebb húzom viszont. Sima ügy. Az egészet itt el tudom mozdítani nagyjából erre. Azt mondom neki, hogy... Második tankot ez legyen. És kap ide egy rámpát. Feljáróval jól. Úgy van. Ó, de még kell viszont még egy ilyen hőmérséklet szabályozó. Mindjárt megkapja. Ó, nagy királyság van. Na és akkor most jönnek a vitorlás hajak. Hajak. Alak. 18-at termel, és a vitorlás hal pedig, arról azt kell tudni, kell neki növény hatosával szeret élni, és legalább 30-as tankot szeretne. Hú, hát ez fog termelni rendesen. Növényzet is férjen el neki. Igen, jobb vagyunk. Ó, és el is látja, nagy királyság van. Vitorlás halacskák. Na, ez a proper akvárium. Tehát ilyen van az állatkertben is, ilyenek. Meg az állatkertet le kéne modellezni. Ugye a közepén van ilyen kör alakú rész, azt sajnos nem biztos, hogy meg tudom csinálni. Belfast tank. Mi az? Igen, erre a részre ilyen filterek annyira kellenének, hogy így tudjuk szűrni, hogy mit akarunk, hogy akarunk. Mit tud ez? Világítás kell neked. Puha korall. Kell neki a fény. Ezt a vitorlás halat. Ó, pufi hal! Egyem a kis zuzáját. Na, minden. Tök csak.
lehet, hogy ez nem kell inkább, és helyette pufi halakat termesztünk, vagy tenyésztünk, vagy... Szóval pufi hal! Hűha! Ezek ide beajadzottak úgy rendesen. Valaki gyorsan szerelje meg itt a felszerelést. Bemocskolódik itt a csodálatosan szép akváriumunk. Se ártana még egy ilyen tisztó berendezés. Yeah. Nézzük csak. Jó, fixálja. Gyors volt, vagy csak, és ezeknek meg kenő haja is kell, ahó. És van. Rünketessétek a pufi halakat! Éhen ne halljanak nekem a pufi halaim. Na, ez már egy egész pofásnak mondható akvárium. És milyen gyorsan megvannak az új kutatások. Atlantik pollok, ez mi a trutypó? Nekem ilyen barrakudának tűnt. Igen, árad belénk az IQ a tűzhalak és pufferhalak nézése által. Na nézzük, mire panaszkodnak ezek a nyomorultak. Nincsen elég kuka. Nem tiszta. Oblique line, dotty back looks stressed. Mindjárt meg sajnálom. Szép, kényelmes, pányvázok, pamlagok. Nézzük ezeket a kukákat. Na jó. Lehet egy szavat olyai szerelni köl. Mocskosak az akváriuk. Kész is! Aszta! Viszont ez már hideg vizet szeretne. Jó, jöhet a tengeri csillag, jobb ilyen. Sokat kell szerelni. Fox face, rabbit fish. Óriás akvárium. Hol van ez a fox face, rabbit fish? Ez melyik? Fox face, rabbit fish. Ja, hogy ezek? Aha, ja, és azok ott úsznak, azokat nagyon bírják. Ja, ez az akvárium, ez tele van konkrétan. Ez a legmenőbb akváriumunk. A róka arcú nyúlhalat szeretik a legjobban. Miért nem egy följebb a Prestige?
szerintem ezeket itt kiveszem, mert sok hasznuk nincs. Itt lézengenek össze-vissza az emberek. Hagyjuk megint. Csillag, Humback Snapper. Nem profi technikusaink lesznek. Következő szinten meg mi járna? Nézzük csak. Double Filter. Az mondjuk jó cucc. Small Crazel Tongue. Te pedig... Van művel takarítani. Ide rakok ilyen kis díszeket. Ilyen. Tadaaaam! Palusz tematika. Na, itt a kalózos akvárium. Igen, itt egy kicsit több szerelő kéne. Ezért lenne cool a szintlépés. Na, akkor csapassunk ide egy akváriumot. Belfast Tank. Laguna Tank. Ja, ide egy lagúnát mutat. Ék lagúna. Telerakom valami jó hallal, ami mondjuk baromi sok presztízset ad. Korál grupperekkel nem szeret együtt lenni. Kell nekem, ez meg hármasával szeret létezni. Ez se lesz kicsi hal. Nézd. Hát itt azért lesz tömeg. Na nézzük! Mit kértek ti itt, hogy jól érezzétek magatokat? Kell nektek először is ilyen, és akkor ezzel pipa. Jó, akkor kell nektek valami sárga táp. Szerintem így ezt a részt így ki is nevezem az ellátmányos helynek.
Jó, és akkor azt mondjuk, hogy... Filtering power and is useful for maintaining higher water qualities of medium tanks. Igen, ilyen fog kellene. Okay. Na! A gyermekeim az van. De bekötjük. Azt mondjuk, hogy... kell nekünk egyszer egy-két ilyen kombinált út. Jó, a hőmérséklet már majdnem fasza. Kell ide még egy ilyen sárga etetőláda. Jó legyen. Akkor már egy pirosat is leteszek ide meg. Bár nem, mert ha ide rakok egy újabb akkót, akkor az is jó. Tele leszünk csomó ilyen kis rejt. És elméletileg ez így pipa, de azért legyen még majd egy picit izgalmasabb a dolog. Rakd ide le egy horgonyt. De miért ne? És legyenek mindenféle ginja növények. Te meg szintet léptél, akkor... és jobban. Jaj, de szép, jaj, de szép, itt gyűlik az a pont. Már majdnem 800 ilyen ökológia pontot zsákolunk. Hát tudományos pont az most nincsen, ellenben én bízom abba, hogy most meg fogja dobni nekünk a reputációt annyira, hogy esetleg még szintet is lépjünk. Főleg, hogyha ezek a sügérek itt megnőnek. Na nézzük még ott ezt. Még 130 kell. Apropó. Mi van, hogyha ezt is erre rákötöm? Így nem tudják elosztani a terheli? Nem adta. Na de álljunk meg egy szóval. Ó, kell még egy kombinációt. Na most, király. Gyakorlatilag így ezzel a pumpával itt ellátom a két nagy ilyen lagúnát. Így kell megoldani ezt a problémát. Meg azért figyelni, hogy így ne menjenek tönkre a cuccok. Na, Coral Beauty. Már minden halat az ötös szinten kioldottunk. 590-nél járunk, hölgyeim és uraim! Alakul! Alakul!
Gyerünk. Ez még meg is lehet akár ezzel a lendülettel. Jaj, de jó lenne, és akkor meg lenne az a hatos szint. Gyerünk. Hát csak 15. Meg lesz, meg lesz. Nézzétek, nézzétek a halakat, csak keményen nézzétek azokat a halakat. Az a csokit zabál? Igen, csokit zabál. Nézzétek a halakat. Ez az! Hatos szint. Ó, és következő 1000-nél lesz. Arab lepkehal. Dobozhal. Ó, az rémlik, hogy még az átkerbe is láttam. Horgászhal, és az első cápa, meg ilyen medúza. Guided bookshelf. Zsír, zsír, zsír. Cápa. Ott a cápa. Ja, a korallokra meg az egyéb ilyen virágállatokra még nem nagyon fektettem nagy hangsúlyt sajnos, de ami késik, nem múlik. Na, most viszont szerintem mára én lehet, hogy elköszönnék, ugyanis ezt az akváriumot szeretném elmenteni, hogy majd így demonstrálhassam egy nagyon menő kis első látásra videóban. De remélem, hogy tetszett nektek a játék, én nekem baromira bejön, tényleg ilyen kis relax, akvarista szimulátor, akvárium menedzser játék. Nem mondom azt, hogy egy idő után, tehát hogy na, azért véges ennek a játszhatósága érzésem szerint, sokkal végesebb, mint mondjuk egy Factorionál, de amíg eljutunk a 12-es szintű akváriumig, azért szerintem jó pár órát bele fogunk tolni, és simán megéri az árát, úgyhogy szerintem ez nagyon király kis játék lett. És egyszerű, kedves, letisztult, kell lennél több. Na jól van, most viszont akkor én elköszönök, mert nagyon fáradt vagyok, tényleg hajnali 3 óta fönn vagyok, úgyhogy nézzétek el nekem, de muszáj vagyok eltakarodni, aludni. És akkor szombaton délelőtt találkozunk, azt meg majd megálmodjuk, hogy milyen játék lesz. Lehet, hogy megint egy 60 seconds-ot fog, vagy 60 parsec-et fogunk tolni. Az biztos, hogy a hétvégére szerették még egy 60 parsec videót is. Meg még lesz sok-sok-sok-sok content, úgyhogy érdemes lesz nézni a YouTube csatornát. Streamer csatornára is küldöm föl még a hátra maradt streameket, úgyhogy ott is lehet majd pótolni. És persze itt is jelentkezem, úgyhogy gyakorlatilag jön a content. Csőstül. Na, akkor ennyit mára, jó éjszakát, sziasztok! Gyönyörködjünk a halaimban, feltéve a betegényeket, hogy állt. Csodálatos, bári. És tűzhalak. Hú, hogy megnőttek a kicsikék, akik már nem is annyira kicsikék. De jól érzik magukat, és ez a lényeg. Hol van, és a sügérek szépen megnőttek. Apropó, a murénákat még meg kéne nézni. Vagy hát azt az egy murénát, aki itt volt nekem. Ja, még így végigjárunk azért az akváriumban, hogy búcsúzóul. Ja, a bejárat az ilyen lájtos. Mint mi is itt lennénk, látogatók. Nem? Tök jó. Lebeg az arc előtt. Csoki. Helóka. Ó, itt meg kipusztult a minden. Hát az hogy lehet. Élem szépen. Ja, mert nem kaptak tápot. Jaj, szegények. Na jó, mi akkor gyorsan ide berakjuk őket. Vagy ne. Na mi. Sziasztok.